Egyes, kettes. Aki meghalt, mielőtt megszületett, ez az alcíme a kis beszélgetésünknek. Szép jó napot és szép estét kívánok. Szilágyi Árpád vagyok. Kettő. Mellettem számol éppen Gábor Endre, és ő az egyik társszerzője a Magiszterem című könyvnek, illetve Piero Marusi Zé Tamás, aki az ötlet gazdája is ennek a most már sorozatnak, mondhatjuk, hogy sorozat, mert ez a harmadik kötet a Jonathan Hunt regényeknek, a kalandoknak, de szerintem sokan az olvasók közül most már sokan lehetnek olyanok, akik nem tudják, hogy azért ez egy számítógépes játékként indult el valamikor 7 vagy 8 évvel ezelőtt, és most azóta, mintha megállt volna a kalandjátékvonal, de majd erre majd később visszatérünk. Szerintem először a könyvvel foglalkozunk, mert az most az érdekes, és ez az aktualitás. Akár egy horror történetben is szerepelhetne az az alaphelyzet, ahonnan elindulunk most. Én föl is olvasom, lehet, hogy már önök is olvasták az előzetesekben ezt az alaphelyzetet. Egy visegrádi ásatáson a Mátyás korabeli várfal kis cellájában 35 év körüli férfi földi maradványait tárják fel a régészek. Ez önmagában nem számítana szenzációnak, azonban a felirat, amelyet a fogoly vélhetően a kínhalála előtti órákban börtöne falába kapart, igencsak meghökkenti a kutatókat. Magiszter M, 1872 Pécs, 1488 Visegrád. Tehát ugye a születési dátum az későbbi, mint a halálozásának a dátuma. Ez alapján fölmerül, hogy most talán azt az időparadoxont megsérti a regény, ami egyébként sokszor fölmerül a történet közben, és ez alapján sejthetünk valamiféle időutazást, pedig hát ugye akik olvasták az első kötetet, pontosan tudják, hogy az időgépet Jonathan Hunt annak idején felrobbantotta. Tehát itt egy alapkérdés lesz majd, nem tudom, hogy eláruljuk-e a választ erre a kérdésre, hogy mi is van ezzel a bizonyos időgéppel, de az biztos, hogy valamiféle történelmi nyomozás lesz itt a regénynek a középpontjában, úgyhogy szerintem indítsuk innen a beszélgetést, hogy mit is akartok ti az idővel? Szerettek játszani ezekkel az idősíkokkal? Szerintem nagyon unalmas lehet olyan valakinek, aki az elején elhatározza, hogy egy olyan könyvet csinál, ami mondjuk a 18. században játszódik. Biztos, amikor elér a történetének a kétharmadáig, akkor már veri a fejét a falba, hogy igazán írhattam volna valami olyasmit, ami mondjuk a 13. században játszódna. A Jonathan Hunt történet az olyan mindegyik, és majd a jövőben is remélem ilyen lesz, ami akarjuk, akkor játszódik kicsit itt is, kicsit ott is. De egyébként az idővel nem csak így játszunk, vagy nem csak ez az oka, ami miatt játszunk az idővel, hanem azért, mert hogy ez egy olyan karakter, aki az időgéppel együtt jelent meg, és az időgép ez egy fontos, inkább úgy mondanám, hogy az ábrai féle időügynöki hálózat, az egy fontos szereplője az összes történetnek. És Ábrai Pálról beszélünk, aki ugye az időgépet megalkotta igen, az első regényben. Igen. És ez a bizonyos szerkezet ennek, vagy ennek a, ha nem konkrétan maga a szerkezet, hanem ennek az egész hálózatnak a szerepe, ennek a mondjuk így utóhatásai a történelemmel, meg a hétköznapjainkra, ez folyamatosan befolyásolja az új sztorikat is, illetve hát valószínűleg nagyon befolyásolja Huntnak a gondolkodását is. Egyfajta teher az azért neki, hogy ő megmentette a világot. Gondolom az összes világ megmentő így érzi, csak ha sose látjuk a hollywoodi moziknak a végén. Idősíkok vannak a regényben. Én azt hiszem, hogy nem túlzok, hogy a múltkori, a tavalyi regényhez, tehát a második kötethez képest több most az időség. Ugye, de jól emlékszem, mert nem is biztos, hogy fel tudom sorolni mindegyiket. 1900-as évek eleje, van ugye a jelenkor, Mátyás kora, illetve a római korban is vagyunk. Talán ennél nincsen több. Tehát azért van néhány időség. Gábor Endrének melyik a kedvence ezek közül, melyik korszak? Azt hiszem a római lett a kedvencem a végére, de ez az elején nem így volt, mert az első változat, ami így először kifutott, azt végül is nem fogadtuk el. És aztán utána félre is tettük, hogy akkor írjuk a jelent, és a jelen után tértünk vissza a múltra. Ez alatt meg tudott érni, és azt gondolom, hogy most nagyon nekem tetszik. Számotokra is egyébként az alkotás közben is egy időugrálásról van szó.
avassatok majd be bennünket szerintem egy kicsit az alkotói folyamatban, hogy miképpen készül ez, hogy végigvisztek egy bizonyos jelent, egy idősíkot, vagy pedig folyamatosan, mert ugye akik olvasták a regényt, már tudhatják, hogy van benne egy nagyon ütemes váltogatás az idősíkoknak. Tehát amitől nagyon szórakoztató és fogyaszthatóvá válik a történet, hogy egyik időből hirtelen ugrunk egy későbbibe, vagy éppen egy múltbelibe. De hogyan történik ez az alkotás? A három regény azért különböző módon készült, tehát ugyanez már nagyon látszik, hogy ez egy veretes kalandregény sorozat. Mégis azért azt el kell mondani, hogy ez még csak a harmadik kötet. Tehát még nem alakulhatott ki igazán olyan munkamódszer, mert mindegyik egy kicsit más felütéssel kezdődött. Ugye az első regénynél a társszerző nem Endre volt, hanem Szilasi Sándor. Amikor Endre átvette, akkor már egy eléggé kialakult, kész forgatókönyv volt a második kötet esetében. A harmadikat viszont már maga a történet kialakításában is nagyon sokat együtt dolgoztunk, és együtt utaztunk a helyszínekre, és együtt interjú voltunk meg régészt, és Isten tudja még kicsodát. Szóval általános munkamódszerről nem tudok beszámolni, de valamennyi, amit ugye általában a nyilatkozatokban is elmondunk, az körülbelül annyi, hogy a történet, a karakterek igazán ezáltal a fordulatok is. Hát tényleg az egésznek a sztorizós része, amit mondjuk most elkezdenék mesélni, és egy órán keresztül, vagy két órán keresztül mesélném a történetet, az mindenképpen az enyém. A múltkorban az interjúban az jelent meg, hogy olyan, mint hogyha nem is az én gondolataimat és a te szövegedet, vagy valami is lehetne olvasni. Ez nagyjából így van. És amikor ez elkészül, akkor ez még nem könyv, ez csak egy sztori, amivel el tudom szórakoztatni a közönséget, Endrét is. És aztán ezt kell kezdjük kibővíteni a konkrét adatokkal, amelyek még újabb árnyalatokat adnak a történethez, és végül pedig szegény a kezébe veszi a tollat, és kitölti úgymond annyi plusz gondolattal és szöveggel, amitől ez egyáltalán regényé, tehát írásművé válik. Tőled is megkérdezem, hogy neked melyik a kedvenc idősíkod a regényből? Nekem a századforduló, de az alapvetően. Tehát az mindig. Én biztos, hogy egy ilyen... Ha vannak ilyen előző életek, akkor én szerintem olyan nagyjából 100 évvel ezelőtt éltem már. Annak van egy kicsit ilyen steampunkos hangulata, ugye, mint a kalandjátékoknak. Például ezért is, igen. Beszéljünk szerintem a helyszínekről is. Ugye itt, akik ismerik a Jonathan Hunt regényeket, tudják, hogy mindig egy magyar város van a történetek középpontjában, ezúttal Pécs a legfontosabb, de azért van más város is, tehát Budapesten is járunk, illetve Bécsben is. Meg Visegrádon, így van. Tehát több helyszínen kalandozunk, tehát nem csak időben, hanem térben is, de itt azért mégis Pécsnek van megkülönböztetett központi szerepe. Hogyan találtátok meg Pécset? Miért pont Pécs ez a helyszín? Miért lett érdekes? És hogyan derítettétek föl magatok számára? Mivel ez egyáltalán nem titok, hogy az első kötet, a Jungudzsák gyűrűje is egy város marketing felkérés gyakorlatilag indította el magát a történetet, ezért ott Eger városról szólt, Eger város története, Eger városhoz kötődő kulturális emlékek azok, amelyekhez kötődik, vagy kapcsolódik a történet. A második kötet is tulajdonképpen hasonló módon alakult, majd visszatérünk majd a második kötettel kapcsolatos játék, stb. Majd ezt beszéljünk róla. Illetve itt most nem volt semmiféle városmarketing felkérés Pécssel kapcsolatban, illetve dehogy nem. Maga az alapötlet ez akkor született még, amikor Pécs pályázott, aztán el is nyerte az Európai Kulturális Főváros címet. És magával a szinopszissal én akkor, mármint játék szinopszis, akkor pályáztam Pécs felé, vagy mondjam. Nem nyertem, ugye, mert azóta már láthatóvá vált volna az eredmény. Viszont egy jó alaptörténet kerekedett, és arra épült a következő. De ugye nem tettél le a játékokról? Nem, egy kicsit sem. Csak hogy de azért alapvetően ezek évekkel ezelőtt készült játék ötleteknek a regényes változatai. Azok, amiből kiindulunk. Tehát nem az önmagában a szinopszis, az egy játékötlet, abból az nem regényötlet. De azok, amik a történetek alapját képezik, azok ezért ilyen játékötletek. Így ez tulajdonképpen ebből a háromból következik az is, hogy tényleg mindegyikkel megcélozunk egy város, de nem biztos, hogy ez így lesz mindig. Ilyenfajta megkötést hiszem, hogy érdemes lenne tartani.
Pécs a számodra is azért egy kedves hely, hiszen valahol onnan származik Gábor Endre is, illetve ott éltél sokáig. Éltem, Pécsen jártam egyetemre, és úgy, amikor én az Ördögkövét elkezdtem írni, a Piero már akkor is tudta, hogy Pécs lesz a következő, úgyhogy én már akkor is nagyon vártam, mert hát teljesen más úgy megírni egy várost, hogy az embernek konkrét és sokrétű tapasztalatai vannak róla, úgyhogy... Egyszerűbb beleélned magadott a helyszínekbe, sokkal, ugye? Persze, hát azért 6 év alatt az ember kiismeri elég sok szegletét, és ami számomra fontosabb az épületeknél, műemlékeknél a pécsi feelinget ismerem nagyon jól, ami nyilván sokat változott, mióta egyetemre jártam, de azért még fel lehet ismerni azt az érzést, ami akkor is jellemző volt Pécsre. De sokakat megfog egyébként Pécsnek a hangulata. Nekem volt osztálytársaim, szokták emlegetni nagyon sokszor, hogy ott éltek évekig, és még mindig visszavágyik Pécsre. Tehát ez a fajta vonzereje, ez mindenképpen tetten érhető. Igen, azt gondolom, hogy nagyon sajátos város, nem nagyon van párja Magyarországon. Határváros nem abban az értelemben, hogy nincs messze a határ, hanem kulturálisan, szinte már mediterrán. Tehát ott minden hamarabb virágzik, mindig melegebb van, majdnem mindig. Ott az emberek alszanak délben, tehát van siesta, nyilván aki megteheti, nem hivatalos a dolog. De hogyha az ember a tetjén sétál egy nyári délutánon, és így lebegteti a félig lehúzott redőny mögött a szél a függönyt, akkor ilyen nagyon jó ízű horkolásokat lehet hallani azok a kis keskeny utcákon. Szóval valószínűleg ez adja a különlegességét, hogy olyan kulturálisan, kicsit már keveredő, a mediterránummal keveredő város, miközben természetesen nem gondolom azt, hogy nem vagyok Magyarországon. Számodra, aki jól ismered Pécs városát, a könyvkészítése közben volt olyan új ismeret, információ, titokzatosság, ami meglepett? Mert ugye itt volt egy kutatómunka, amivel ugye meg kellett keresni egy sor dolgot a műemlékekkel kapcsolatban, és hát kombinálni a fantáziával. Igen, volt, de ezek inkább épületekhez kötődő dolgok voltak. Ott élt az ember, elment mellette. Én például a Jamiban nem voltam, megmondom őszintén, 6 évig, míg ott éltem, nem voltam benn, most bementem. Most mondhatnám azt, hogy megéreztem, hogy nem fog tetszeni, nem tetszett. Ki is ötök a könyvből. Egy pici van benne. Egy pici, igen, de jó, csak egy fél mondat, hogy... Nem jól keveredik, szerintem nekem nem érzi magát jól az emberben, nem, mert se ide nem tartozik, se oda, de ettől nem multikulturális, hanem olyan vegyes vágott, és ettől nem. Tehát ilyenek természetesen voltak, de hát azért alapvetően nem most kellett megismerkednem vele. A történet magja hogyan született? Itt Budapesten, vagy elmentél Pécsre megismerkedni a várossal, és a különböző helyszínekről, műemlékekről jutottak eszedbe mindenféle történetek, és ezeket ötvözted egybe. Mi volt a sorrend? Egyrészt ezt most már tudom, hogy az írók szokták ezt mondani, és én még mindig nem vagyok író, de egyrészt az volt számomra az érdekes, hogy vajon Jonathan Hunt mit tenne, vagy tesz a következő hónapokban, években. Tehát egy kicsit hagytam azt, az biztos, hogy ez egy fontos dolog volt, hogy a következők történetében, ugye az első kötet az, amikor megismerjük azt, hogy Magyarországra érkezik, és aztán később ez egész biztosan, hogy ő letelepszik itthon, az a második kötetben derül ki. Tehát van egyfajta folytonosság ebben az egészben. Vajon mi történik most Jonathan Hunt-tal egy harmadik kötetben? Ezért ami ötlet is volt, mondom, elsősorban a játéktörténet ötlet volt, azért sokban változott, amikor regényé lett, vagy regény szinopszisá lett. Tehát egyrészt ez volt a fontos. A másik, hogy miért pont ezek történtek, és miért... Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű intuíció, mármint olyan értelemben, hogy az ötlet volt meg, hogy szeretném, hogyha Pécset látogatnám meg. Izgalmas, kicsit nekem is egzotikusnak tűnik a magyar nagyvárosok között. És amikor egyre többet olvasol róla,
már Jonathan Hunt módjára szűröd ki azokat a jellemzőket, azokat a történelmi érdekességeket, amelyek hát mondjuk nem például elcsépelte, ami őt érdekelni. És ezeknek a hálózata alakul ki egy idő után valamiért a fejemben, mint valószínűleg az övében, és ezekből utána már valahogy úgy összeáll. Jó, csak én arra vagyok kíváncsi, hogy ez ott, amikor sétálsz a pécsi utcákon, vagy pedig összegyűjtöd az információkat, jegyzetelsz, kérdezed a helyieket, összeállítod magadnak a nagy könyvet, aztán otthon. Ez egy egyre részletesebbé váló térkép, úgy képzeld el. Tehát az a néhány pöttyöt terakok, amelyek érdekesek Hunt számára, majd ezek a pöttyök egy idő után, hogy mondjam, a pöttyök már érdekesek, de még nem kötődnek össze. Pöttye térképen, ugye? Mondjuk így a térképen, de ez a történelemben is pöttyök, tehát térben és időben vannak ilyen pöttyök. Ezekkel jó lenne foglalkozni, ezekkel biztos Hunt foglalkozna. Ez a helyszín jó. Biztos, hogy kellene egy olyan ember, aki nagyon jó ellenpólusa valamiért. Csak ezek a pöttyök kívánják azt, hogy összekötődjenek. És ahogy az egyes, nevezzük akkor pöttyöknek, egyes pöttyökkel többet foglalkozom. Tehát, és ez egy idő után eljön az, hogy a helyszínen ezt meg kell tekinteni. Akkor már ezek a kapcsolatok kezdenek kialakulni a csomópontok, pöttyök között. Szóval valójában kalandjátékot készítesz ilyenkor? Valójában én játszom a kalandjátékot. És közben csinálom, vagy nem tudom. Azután pedig lemegyünk ketten, most is így történt, hogy leutaztunk többször is, és utána úgy keresünk helyszínt a könyvhöz, mint hogyha filmet készülnénk forgatni. Tehát azt pontosan akarjuk látni, hogy hova visszük, hol történik, ott jobbra fordul, balra fordul, ezek fontossakká tudnak válni, nem mindig. De... És sokszor pont egy ilyen helyszíni élmény, amikor a távolság két pont között, az meghatározza azt, hogy az egy aznapi történet, össze tudjuk-e kapcsolni valami másik jelenettel, vagy kénytelenek vagyunk egy egészen más módon, vagy kiírni. Tehát, hogy nem minden kerül bele végül, de ezek a helyszíni terepszemlék gyakorlatilag ezek arról szólnak valóban, hogy már a meglévő történetet jelenetezzük, tehát föl szabdaljuk és pontosan meghatározzuk, hogy mi az, ami a hátterül szolgál. Egyébként ez a filmszerűség ez szerintem több jelenetnél nagyon jól tetten érhető. Aki már, van olyan itt körünkben, aki már olvasta a könyvet? Tartsa fel a kezét, aki már olvasta. Egy. Hát akkor ketten, félig. Akkor ők már esetleg tudják, a többieknek meg mondom előre, hogy vannak nagyon filmszerű jelenetek a könyvben, a kötetben, amit szinte látunk magunk előtt, azokat a kimerevedő másodperc pillanatokat, ahogy zajlanak, és szinte egy akciófilmben is szuper jelenetté lehetne formálni, vagy meg lehetne mutatni. Úgyhogy mindenképpen érzékelhető, hogy hát ez kiállt azért, hogy film is készüljön, vagy interaktív film ezen történetek alapján. Az interaktív filmmel kapcsolatban többet tudok ígérni, mert hogy már előrébb vagyunk azzal, hogy egy már van. De a másodikkal kapcsolatban is 2011 óta van egy élő felkérés az Atomkitól, tehát gyakorlatilag még a könyv megjelenése előtt már ez a történet rendelkezett egy lehetséges outputtal, ami egy ilyen kalandjáték, egy filmes kalandjáték. Tegyük hozzá, Atom ki, ez a Debreceni Atommakutató Intézet. Igen, az előző kötetben tulajdonképpen egy fő helyszín volt a Debreceni Atommakutató Intézet, a konfliktusok nagy része. Az előző kötetet az Ördögkövét kiolvasta, ebből már több van az égen. De az Atommakutató Intézet egy nagyon fontos helyszín, és tulajdonképpen ha akarjuk, hanem egyfajta szükségtelen marketinget végeztünk az atomkutatók számára is abban a kötetben, de egyébként megragadó volt mindaz, amit mi ott megtapasztaltunk, meg megtudtunk, és érdemesnek is tartom a mai napig arra, hogy nem csak hogy regényben, hanem akár ezek a részleteit máshogy fordítva, kibővítve, játékként is megjelenítsük. Tehát én nagyon remélem azt, hogy most már tényleg a harmadik nekifutásra 2014 júniusában elkezdjük forgatni a második ilyen interaktív filmet, és hát tudni kell azt, hogy előre elmondom, nem kell tudni, de előre elmondom azt, hogy bizonyos szempontból, sok szempontból eltér majd a történet, a könyv történetétől, illetve bizonyos résztek megnőnek benne, tehát felnagyítunk bizonyos részteket, mások meg eltűnnek, és a sztori egyébként a játékban megáll ott, ahol Tobágyra megérkezik az aktuális
meteorunk. Egyébként tényleg csak ilyen személyes megjegyzésként hadd tegyem hozzá, hogy végigolvasom most a Magister M-et, abszolút azt érzékeltem, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha készülne valamelyik televízióban egy, egy sorozat ebből. Egy akár ifjúsági sorozat. Biztosan nagyon szeretnék a mai tinédzserek, mert olyan szereplők tűnnek föl benne, akik szerethetőek, kalandfilmnek a szereplői lehetnének, és ráadásul történelmi alakok is ott vannak a háttérben. Mátyás király például megjelenik, nem része a történetnek, de ott van Mátyás király. Nem beszél arról, hogy én sokszor kapom meg ezt a, ezt a dicsérő jelzőt, hogy tulajdonképpen bizonyos szempontból szórakoztatva oktat is valamelyest a könyv, és nem csak azzal, hogy, hogy megjeleníti azt a korszakot, ezt biztos mások is megcsinálják, de hogy a jelenkorban mutat olyanokat, amelyeket alapvetően hát nagyon egyszerű díszletként szokott működni egy ilyen akár egy krimiben is az, ami azok az épületek, amelyeket Endre például emlegetett, amiről ő sem tudott sok mindent, de, de a regényen keresztül, illetve a kutatáson keresztül többet tudhatunk meg róluk. Hát például az Angster, egykori Angstergyár, ugye Angster József, nagyon világhíres orgonaépítő mester volt, és nagyon komoly gyárat hoztak létre Pécsen, és én ott laktam nem messze az egykori Angstergyártól, a bérletbe, és naponta elmentem mellette, már akkor is zárva volt. Valami bútorgyár működött benne, de, de olyan, olyan már nem nagyon, tehát nem lehetett bemenni. Most végre bejutottunk, nem volt könnyű. És úgy, mint a könyvben egyébként? Kicsit úgy. Egészen hasonlóan. Talán még az árral is volt a bajlódás. Ott a helyi ember nem tudja elsőre kinyitni az ajtót. Ez is azt próbálta jelezni, hogy ennyire nem, nincs benne a városnak a életébe és gondolkodásában, és valóban nálunk is pontosan ugyanígy történt. Hihetetlen szomorúság, hogy nincs kedv lenne, minden pécsi azt mondta, hogy, hogy akarják és lesz is múzeum, vagy valamit kezdenek vele, de hát mint annyi minden másra erre sincs pénz, és ettől nagyon-nagyon lepusztult állapotban van. Ugye az a története, hogy ezt a virágzó üzemet, ahol tényleg világhírű orgonák, és a világon sok helyre készült orgona, azt az 50-es években államosították, majd utána ugye az orgonagyártás az nem tűnt ilyen elsőrendű 5 éves tervbe, vagy 3 éves tervbe való tevékenységnek, és ezért elsorvasztották, és olyan tényleg széklábat faragtak. Torlapot, tehát, hogy ez a őrület azokon a gépeken, azokon a, abban az gyárépületben, és utána pedig ugye a szocialista ipar kihalásával gyakorlatilag romos az épület per pillanat, pedig romjaiba is gyönyörű. Pedig én most olvastam ugye egy kicsit utána Angster Józsefnek, és ugye az derül ki, hogy Európa szerte híres orgonagyára volt, 1200 orgonát gyártottak, ez önmagában egy hatalmas szám, és mindemellett még 3000 darab harmóniumot is. Tehát itt egy komoly termelés folyhatott, biztos, hogy nem kis családi vállalkozásként működött, hanem... Nagy volt egyébként a gyár, de nem a mai léptékben volt nagy a gyár, tehát ezek a számok egyébként még impozánsabbak, hogy az ember megnézi, hogy mekkora területen, mekkora épületben, és hát ugye ez abszolút, ez egy ilyen sok minden biztos készült géppel, tehát egy orgonát nem tudunk elképzelni automatizált futószalagos megoldással, tehát itt rengeteg, itt is, pont ez volt az érdekesebben, hogy az orgona gyárban, hogy ebben akármilyen melósok dolgoztak, attól még ezeknek a melósoknak kellett, hogy legyen valami kifinomultságuk, mint ahogy a mi Szalka nevű figuránkban is, aki az orgona gyárban dolgozik, és a Mihályfinak a barátja. Na majd a figurákra térünk vissza mindjárt, csak megkerülhetetlen a kérdés, hiszen te magad is zenész vagy, és itt egy fontos hangszer is, illetve a hangszer gyártója kerül a, hát nem is a középpontba, de ott van a történetben. Meghallgattad az Angster orgonáknak a hangját? Hát amikor az Angsterről sokat meg akartam tudni, akkor olvastam róla életrajzot, bővebbet, meg kevésbé bővebbet is, és volt olyan orgona, amiről volt felvétel, és azt meghallgattam, de igazán nem tett hozzá, vagy ezt előre tudtam, hogy nem fog ezt hozzátenni. A rejtvény szempontjából érdekelt, ezt persze nem akarom lelőni ezt a poént, de a rejtvény szempontjából érdekelt, hogy hogyan, én magam nem vagyok orgonista, és az egy külön állatfaj,
És annak a kezelése, a rengeteg, ugye egy ilyen több manuálos, egyre bonyolultabb organákat készítettek, ugye az elmúlt évszázadokban is volt egy erőkei nyomon követető fejlődés. És nem csak kézzel, hanem lábbal is kell nyomni. Arra nem is beszélve, igen, amit sose látunk, ugye, de nem csak erről van szó, hanem hogy gyakorlatilag a mai is divatos, nevezzük szintetizátoroknak, különböző hangzásait, amelyek ugye a templomban azt voltak hivatottak elérni, hogy kicsit inkább a szimfonikus zenekart utánozta mindig az orgonista. Tehát magyarul hangszíneket tudott váltani, az első olyan hangszer, vagy ez a legfontosabb és legnagyobb ilyen hangszer, ami képes volt erre, hogy nagyon sokféle hangszínt tudott megszólaltatni. És én azt gondoltam, hogy ebben van valami különlegesség, ez az, amit az emberek ennek a kezelési mechanizmusát nem ismerik, és ezt érdemes ezt valamilyen módon, lehetőleg azon rejtvényes módon ezt behozni. Így került bele egy ilyen zenei rejtvény is gyakorlatilag a játékba, a könyvbe. Szét kellett szerelnünk egy orgonát. Tényleg? Nem, de a regényben igen. Ilyen részei vannak, hogy szélláda, már a szó is gyönyörű. Akkor tényleg egy kicsit a figurákkal is foglalkozunk. Azt hallottam, rebesgették a verebek, hogy az egyik figura a történetben megszólalásig olyan volt, mint a valóságban. Ezt a Pécsi bemutatón nem fogjuk elmondani, de most elmondhatjuk. Nem kell akkor személyesen megnevezni, de akkor inkább beszéljünk arról, hogy mennyire veszitek át a valóságból ezeket a jellemvonásokat, vagy figurákat, személyeket? Hát ebben a kötetben ez azért markánsan jelen. Mert hogy névvel, tehát megnevezhetjük, mert hogy névvel szerepel az illető. Igen, azért hagytuk őt. Azért kértünk engedélyt, hogy névvel is szerepeljen az ő saját pozíciójában, hogy mindenféle hasonlatosság egy másik karakterrel, az, hogy mondjam, az el... Hogy fejezem be ezt? Mi se jön? Elkerülhet? Ilyesmire gondoltam, igen, nem pont erre, de igen. Szóval, hogy az érdekes volt, hogy megvolt már a mi karakterünk, az egyik legfontosabb karakter, az a hogy lehet egy szóval... Sajnos helyen, negatív karakter. Tulajdonképpen igen, de az első pillanatban nem. Nem tudjuk. De mint jellemző, micsoda ő? Múzeumigazgató? Szóval. Életművész múzeumigazgató. Ez a figura, ez nekünk megvolt egészen a kutatás megkezdéséig. Tehát akkor már megvolt. És lementünk, és szerettünk volna találkozni fontos intézmények vezetőivel, akik egyrészt helyszínt is, meg mindenféle egyéb apróbót is szolgáltattak ahhoz, hogy a történet egyes részleteihez. És egyszer csak szembe jön velünk az a karakter, akit mi már megírtunk, tehát akit mi már kitaláltunk, és ráadásul még a neve is nagyon hasonlít. Most nem akarok beljebb menni. Úgy is nézett ki, vagy úgy viselkedett? Úgy viselkedett. Csak a tulajdon, tehát hogy nem, ez egy gonosz szereplő, tehát ezért beszélünk ilyen akadozva erről, és nem a rossz tulajdonságaik, hanem egyszerűen azok az apró jellegzetességek, amivel leszoktunk írni egy embert, az stimmelt, tehát hogy pont úgy ölel át, ahogy a regény mi elképzeltük, olyan hangon, olyan fajta, igen, stílus, leginkább stílus ez. Igen. Hát nagyon furcsa volt, hát alig álltuk meg a röhögést, hogy szembe jön a saját karakterünk, amiket még le se írtunk, tehát ez ritka pillanat volt. De nyilván van egyébként olyan, hogy szembe jön velünk egy figura, és ettől rögtön megoldódik az, hogy aha, ilyen lesz majd a, nem tudom, a taxisofőr, ilyen személyiségi. De ezek a karakterek ugye formálódnak ugye Endre keze alatt jócskán, de az alap karakterek ugye készen vannak, és én a főbb figurákra, és ezt már egyszer beszéltünk a szempont ezen a podiumon, hogy akár Hunt figurájára is nincsenek konkrét példáim. Tehát nem személyiséget máshol, nem azért, mint hogyha ezt bűnnek tartanám, hanem nem így alakul. Tehát, hogy inkább ilyen, ez meg rossz szó, ha azt mondom, hogy egyfajta ilyen sztereotíp, mert szándékosan nem akarok azért sztereotíp figurákat használni, de hogy mégiscsak több, mindegyik fontosabb karakter, mondjuk a női szereplő például, ilyet sem tudok mondani, nem ismerek olyat, mint aki ebben a női szereplő, nem is idealizált.
Ez nekem alapvető problémám, hogy hogy tudom megírni úgy egy másik ember életét, hogy nem élem azt az életet. Tehát hogy tudok valami olyanról írni, amiről nem tudok. És bele kell élned magad. Bele kell élnem magam, és erre nekem az a módszerem, hogy lopok. Így, ilyen puzzle, ott van egy ember, a lába ettől van, a füled képletesen, és így rakom össze. Tehát én tulajdonképpen általam ismert embereket írok meg, többé-kevésbé ismert embereket, és ezeket rakom, vegyítem össze, és így lesz egy olyan figura, akit érzek, tehát tudom, hogy hogyan működik, anélkül, hogy az ő szemével én tudnám látni a világot. És akkor általában az a próbája a dolognak, hogyha így kitalálom ezt a fő vonásokat ebben az esetben, hogy a Piero adja, de én fölöltöztetem, ez egy csontváz nagyjából, talán jelen vonásait tekintve. Igen, meg mindent, tehát szokások, tehát apróságok is benne, minden, ami egy emberre jellemző, és akkor én fölöltöztetem, és akkor ilyen összevart, tehát voltak ezek a, ki aki így összerakta. Patchworkre gondolsz? Igen, tehát hogy így még látszik a Frankenstein. Frankenstein, köszönöm. Látszik így a fekete cérna nyoma, és hogyha ha elkezd járni, és eltűnnek, felszívódnak ezek a fekete cérna öltések, akkor jó, akkor működik. Ezt azt akartam mondani, hogy Endre ezekkel a részlekkel foglalkozik, tehát neki jobban van szüksége. Az én esetemben egyáltalán nincs így. Tehát én nem tudok felmutatni, mondom, arcokat, lábakat, kezeket, stb. Fontosnak tartom, hogy az adott konfliktus, az adott találkozás miatt az illető mely felületén találkozik a főhőssel, vagy azzal, akivel találkoznia kell. És onnantól kezdve én visszamegyek a gyerekkoráig. Megírom az illetőnek az élettörténetét, és ebből sok minden kiderül, hogyan viselkedik, hol él, hogyan él, mennyi pénze van, mit tudom én. Tehát, hogy sok minden kirajzolódik, és ettől a figura tulajdonképpen ekkor válik olyan felöltöztethető, összerakható csontvázzá. De én még ott még egyszer nem találkoztam így közben olyan példával, hogy ja, hát például a Béla is ott abban az egyetemen végzett. Tehát ilyeneket nem raktam bele. Ez egy játék azzal, hogy hogyan lehet hogy hogyan nőhet fel egy, mondjuk egy burokban egy nő, mondjuk csak megint csak főhős nő jutott eszembe például ebben az esetben, és majd mire kikerül az egyetemről, szerencsés esetben a társaságban már azonnal van valaki, aki őt fölkarolja, még magasabbra dobja. Elvileg van egy történész végzettsége, de, vagy egy történettanár végzettsége, de hát ő sosem volt történelemtanár, és közben pedig él egy nagyasszonyi életet, és ezt csak visszacsúszik oda, hogy használnia kell a történelemtanár képzettségét. Na, szóval ezek inkább történeti kapcsolatok, vagy történeti kapcsok, és nem pedig személyiségi minták. Jó is, hogy mondod a gyermekkort különben, mert és lehet, hogy ez a puzzle szemléletbe illeszkedik bele, de nekem úgy tűnt, hogy a kisfiú, mint karakter feltűnése a történetben, az nekem legalábbis a Piedone filmeket idézte, ahol ugye mindig ott van a kisfiú a Piedone mellett. Vagy legalábbis egy idő után ott volt szinte kötelező tartozékként. Hány éves volt? Hát ilyen 7-8. Nem tudom, hogy hány éves. De ilyen kisfiú. Tehát, hogy ez a karakter, ez erre emlékeztetett. Hasonló volt a megfontolás nektek is, hogy ezért kell megjelenni a kisfiúnak, hogy egy hasonló viszonyrendszer alakuljon ki a főhős és a fiú között? Erre hogy válaszolok? Én nem tudom, hogy a Piero mit gondolt. Én nekem csak mondta, hogy lesz egy ilyen fiú, lesz. Nekem van egy unokaöcsém, aki nagyjából ilyen korú, úgyhogy őt figyelve. Másolod? Nem másolom, soha nem másolás ez. Csak sok apróságot tudtam ellesni, beszédmód, hogy váltja a stílust egy 12 és fiú. Nekem lányaim vannak, az teljesen más világ, ezért fiút kellett tanulmányozni. És a digitális világhoz kell viszonyulnia. Igen. És hogy tud például stílust váltani a szituációtól függően, és ezt próbáltam valahogy belevinni a figurába. Piero szűrőjén először fönn is akadt, hogy azt mondta, hogy nem jó, hát ez állandóan máshogy beszél, és akkor nagyon hosszan megírtam, azt hiszem, hogy de direkt, tehát hogy ebben nem szeretnék engedni, mert ez direkt van. Egyébként sokat vitatkoztatok a
regény megírása közben? Nem vitatkozunk igazából, tehát nem vita ez, érvelünk, persze, hát végül is az. Nagyon komoly érvelést folytatunk. Tehát hihet az előre, hogyha ha értelmes vita van. Jó, akkor így mondom, hogy igen, értelmes vita, csak nem abba az értelemben, hogy nem szembenállás. Igen, nem szembenállás, ez az. És egyszerűen érvelünk, én eleinte kérdezek, hogy nagy gyerekkorában mit csinált, hogy csinált, és akkor mond valamit, én megjegyzem, és utána én ezt beépítem, és akkor utána ő meg azt mondja, de hát, és akkor mondom, de hát ugye, gyerekkorában, hát megbeszéltük, és tehát így zajlik ezt. Tehát olyan éles véleménykülönbség a regényírása közben nem volt, amikor valakinek döntenie kellett, mert ez egy nehéz helyzet, hogyha két szerzője van egy könyvnek, hogy lehet, hogy van egy olyan elágazás a sztoriban, amikor el kell dönteni, hogy merre menjen tovább a történet. A két regénynek, mind a kettőnek a végén volt nyilván egyfajta nyomás is van rajtunk, amikor ugye a határidő ugye közeledik. Legjobb múzsa. De ezek sem szembenállások voltak, hanem legalábbis így utólag aztán végképp így értékelem, hanem voltak olyan elemek, amelyeknek a jelentőségét különböző módon értékeltük. És ez a regény vége felé már valóban nem volt evidens, hogy honnan kell szemlélni. A regény egészét tekintve, ha mérlegre rakjuk, akkor mennyiségileg elegendő. Az, hogy az én gondolatom, ami ugye ennek egyetlen egy kivetülése az a szinopszis, amit mi elfogadunk ilyen gerincnek, ami nyomán készül a regény, és attól lényeg. Ez most egy picit több is volt a nyomozás miatt, mint a múltkori szinopszis, tehát ez most egy ilyen gazdagabb, nagyobb, nem is tudom már hány oldalas dög volt. Tehát ezt ugye elfogadtuk, ahhoz képest nekem kevés, tehát ahhoz képest nem teljesítette azt, amit szerettünk volna. De egyrészt a kötet megint 100 oldala hosszabb lett, mint az előző, tehát igazán egy bizonytalanság is volt bennem, amikor én követeltem bizonyos részeknek a bővítését, amire Endre azt mondta, hogy nem, ez ebben a terjedelemben, illetve ebben a dramaturgiai felépítésben ez elegendő. Ezt én nem úgy éreztem, hogy mi szemben állunk, hanem egy másik oldalról közelítettük meg ezt a dolgot, de a célunk mind a kettőnek, és ez különben nem tudnánk együtt dolgozni, az volt végig, hogy ez balanszba kerüljön. És egyébként balanszba került. Tehát egyébként nagyon klassz lenne szerintem, hogyha a neten, mert ugye van Jonathan Huntnak netes jelenléte is, tehát hogyha lenne egy olyan fórum, ahol mondjuk az olvasók, akik megszeretik a karaktert, elmondhatnák a véleményüket, hogy lehet, hogy itt egy elágazásnál másfelé kellett volna menni, vagy többet, vagy kevesebbet mutatni belőle. Nem lennék ellene, hogyha lenne egy ilyen fórum. Még nem kaptunk ilyen visszajelzést, hogy lehetne Jonathan Hunttal folyamatosan beszélgetni is, mert valóban olyan, mint egy élő szereplő és élő személy. Hogy kinek, ki mondja ki a végső szót, az elvileg a Piero mondhatná ki a végső szót, mert ő az ötlet gazda, és én kvázi alvállalkozója vagyok ebben a vállalkozásban. De konszenzusra törekszünk, tehát addig gyúrjuk, amíg nem jutunk el oda, hogy mind a egyikünk sem mondja azt, hogy na ezt én nem vállalom. És ez nagyon fontos, nagyon nehéz, nagyon időigényes, tényleg nagyon hosszasabb. Most ugye nem voltunk közel egymáshoz, mert én Németországban voltam hosszan, és skypoltunk telefon helyett. A múltkorinál a telefoncéget gazdagítottuk, most csak az időnkből ment nagyon sok idő. Borzasztó időigényes, ezért tűnik úgy, hogy szeretnének például politikusok erről leszokni. Nagyon-nagyon időigényes, de utána nagyon jó. Mert azt érezzük mind a ketten, hogy ez így rendben van, és hogy jobb lett. Tehát, hogy jobb lett, mintha egy... Optimális. Igen. Van még egy karakter, akit én szeretnék kiemelni a történetből, bár mivel a közönségünk nem olvasta még a könyvet, ezért nekik a név maga nem fog sokat jelenteni, de szerintem érdemes lesz majd itt a válaszokat figyelni, hogy mit mondanak a szerzők. Rácz Morra gondolok egyébként, aki egy delejes figura ebben a történetben. Érdekelne az, hiszen én már olvastam a könyvet, hogy született ő meg. Tehát mi volt az előképe ennek a delejes, hát az emberi lélekkel foglalkozó szakembernek, akinek nagyon komoly hatása van a hallgatóságára?
hogy hogy került be a történetbe, Rácz Mór, erre egyszerűen nem emlékszem. Tehát, hogy ez mi volt az első alkalom. Egyértelműen szükség volt egyrészt a... Ezzel nem lövök le szerintem semmilyen poént, mert közben ezzel is próbálok figyelni, hogy a regény sorozatot, tehát az regény sorozat egészét tekintve azért itt van egy ív, ami nagy, most már a harmadik kötetnél szerintem látszik. Hunt nyilván megérkezik Magyarországra, elpusztítja ezt a szerkezetet, amitől elvileg föllélegzik a világ, mert hogy itt volt egy komoly rés, amin hogyha ott valaki kiszökik, akkor nagyon nagy bajt is csinálhatott volna. Miközben ezzel emberi sorsokat változtatott meg, rengeteg embert hagyott magára a jelenben és a különböző múltakban is, és ez ugye megpróbált ettől menekülni, de hosszú távon ez úgy látszik, hogy ezzel a döntéssel, amit ugye magának Jubudzsáknak a javaslatára végül is meghoz, ennek a döntésnek rettetes következményei vannak az ő életére, egy komoly terhet cipel, és ezt nem is tudja elkerülni, hanem egy idő után gyakorlatilag tényleg neki kell megoldani az ő sorsukat is. Belülük 100 van és 1000, nem tudom, hogy találkozik-e minden, nem tudom még azt, hogy megoldja egyáltalán az összesnek a problémáját, de hogy ő az, aki valamiért mindenképpen belebotlik egy ilyen helyzetbe, az biztos. Tehát a regények további részében nyilvánvalóan, már ahogy te is mondtad a felvezetőben, az elpusztított, elveszített időutazás lehetőséget, azt szép lassan vissza fogjuk nyerni. Az, hogy milyen módon, meg mennyire máshogy kezeli egy Ábrai Pál, vagy egy Jonathan Hunt ezt a dolgot, az majd kiderül. Ez, gondolom, ez egyik legfontosabb különbség lesz, ami az ábrai féle időszak, vagy ábrai féle felfogás és Hunt között van. Hadd szúrjam be ide, csak zárójelbe, hogy a násfa nevű eszköznek bizony szerepe lesz ebben a regényben. Igen. Amit emlékszem, hogy másfél évvel ezelőtt itt megkérdeztünk a közönségtől, hogy tudják-e, hogy mi az a násfa? Tudják, hogy mi az a násfa? Na, mi az a násfa? Olyasmi. Na? Igen. Nyakba való gyakorlatilag, igen. Tehát a násfának itt szerepe lesz ebben a... Tehát folytatódik. Például a násvát is folytatjuk, de szóval ilyen kapcsolatok biztos, hogy lesznek a következőkben is. Csak annyit akartam ezt hozzátenni, hogy ahhoz, hogy ez az időutazás lehetősége, illetve a 100 évvel ezelőtt megépült időgép valamilyen módon a sztoriba is, meg fizikálisan valahogy visszakerüljön Hunt kezébe, ehhez nyilvánvalóan újabb figurákra volt szükség. Tehát szerintem az első ilyen trigger impulzus az egyszerűen csak ennyi volt. Mindesetre, amikor Ábrai egykori jó barátját, talán mondhatni azt, hogy jobb kezét, mindesetre ilyen harcos társát, vagy nem tudom, és kortársát meg kellett formálni, akkor olyan valakit gondoltam én, aki bizonyos szempontból hasonlít Ábrai párra, arra a feltalálóra, aki azért nem egyszerűen azt mondani, egy őrült feltaláló, mert inkább egy zseni volt, még egy nagyon komoly átlátó képességgel rendelkező ember, és egyébként valószínűleg elég tisztességes is volt, meg igaz, csak persze sok hibát is követett el, de hát olyan volt, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nagy vezető, aki egyszerűen sok mindent forgácsnak néz, ami egyébként egy emberi élet, de kénytelen, vagy nem tudom, szóval. Na, ehhez képest kellett ennek a csapás iránynak azért megfelelni ennek a karakternek, hiszen nem lehetett volna jobb keze. De kellett, hogy legyen valami ellentét ahhoz, hogy ő ne pusztuljon el az időgéppel, akkor, amikor az egész rendszer elpusztult. És tulajdonképpen egy régi kiugrott bajtársat találunk Rácz Mórban, aki egy különleges alak, és aki ezt szerintem nagyon jól tudja magáról, aki a legkorábbi ilyen pszichiátereknek a mintapéldánya, és aki azért is tudja magáról, mert elküldi a időügynök jelölteket megnézni az ember tragédiáját, és másnap ugyanúgy működik, mint Mephisto. Szóval Rácz Mór első feltűnése a regényben pont egy olyan jelenet, amit én ilyen filmszerűnek érzékeltem, és egy picit ugrok én is előre a regény utánra. Én azt érzékeltem a regény végén, amikor elolvastam, hogy
ezzel a karakterrel én még szeretnék valahol egyszer találkozni. Tehát jó lenne, hogyha ő még valahol, valamiben. Tehát ugye vannak ilyen filmek, amikből kiragadnak egy-egy mellékszereplőt, és aztán ő lesz a főszereplő. Láttunk már ilyeneket mostanában a moziban. Rácz Mórt egy kicsit ilyennek érzékeltem, lehet, hogy persze nem ez a szándék vele. Endre, szeretted Rácz Mórt? Lesz, de természetesen. Kedves alakom, nagyon sokat érveltünk róla, vitatkoztunk róla. Nagyon megosztó, minket is megosztott, és ettől jó, ettől működik egy írónak ilyen figurákkal könnyű dolgozni. Úgyhogy lesz komoly szerepe. Igen. Kicsit akkor a jövőről tényleg beszélhetnénk. Tehát, hogy merre fog menni tovább Jonathan Hunt? Keresünk egy újabb várost, és aztán megint idősíkok, időutazás? Vagy most még nem tudjátok, tehát ne beszéljünk erről. Bizonyos dolgokat lehet tudni. Azt tudom, hogy melyik az egyébként kivételesen nem játékotlet, hanem már regényötletnek készült szinopszis, ami a következő kötet alapjául szolgál. És azt is felvetettem a múltkor Andrének, hogy egy picit szakítanánk ezzel a ilyen septiben összerakott hagyománnyal is, hogy ahogyan ez ahogyan ezek a regények fölépülnek. És nem is feltétlenül ez a jelen-múlt váltással, hanem, na mindegy, tehát hogy lenne valami új szerkezeti ötletem, amit vagy megtartunk, vagy nem, egyelőre tulajdonképpen tetszett ez a megoldás. Ez azt is jelenti például, hogy még több idősíg kerülhet bele értelmesen a dologba, tehát nem azt jelenti, hogy egy olyan szerteágazott történet, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és állandóan visszalapoz, akkor az rossz könyv lett szerintem. Viszont érinthet-e a történet egyébként több idősíkot, akkor, hogyha ez több belső epizódból, vagy nem tudom, miből áll, egységből áll. Mindenesetre a következő regénynek a helyszínek furcsa módon elsődlegesen Debrecen volna megint csak, de csak egyik helyszíne lesz valószínűleg. Tehát egyelőre nem látszik markáns helyszín. Nem látszik, van olyan azért még nagyváros, tehát Székesfehérvár, Győr, stb. Igen, hát egyébként lehet, hogy a következőkben megint, tehát ezt a szabadságot szeretnénk megtartani. De ebben a következő történetben ez egy ilyen országos nyomozás az, ami kirajzolódik. Van egy munkacíme ennek a dolog, és amiért Debrecen, az pedig azért, mert hogy gyakorlatilag az ország fővárosa volt egy bizonyos időben, de 1849-ben, amikor Kossuth levitte magába. Például nem csak az egész ország irányítását, hanem a koronát is, tehát a koronázási ékszereket. És ezt az időszakot piszkálja meg egy legenda, és ezt a legendát szeretnénk most mi meglovagolni. És ezért a következő, most a munkacím az, hogy a Kossuth korona. Többet mondjak-e, vagy nem mondjak? Nem, szerintem. Most itt úgyis a magiszterem a fő témánk. Amihez visszatérve azért hadd fogalmazok meg egy nagyon kis finom kritikát, tehát nyilván itt nekünk most az ajánlás a legfontosabb feladatunk, de egy-két jelenetnél úgy éreztem, hogy én még szeretnék lubickolni abban a hangulatban, ami ott éppen kialakult. Legközelebb te vitatkozol, Andrével. Tehát, hogy van egy-két olyan idősík, ahol azt éreztem, hogy igen, jó lenne itt közelebbről látni, kicsit többet látni, több részletet látni. Értem persze, hogy az előbb mondtad, hogy így is 100 oldallal több lett, mint az előző kötet. Tehát, hogy vigyázni kellett itt a terjedelemre is, nyilvánvalóan én ezt értem. De hát, amikor már eléritek azt a velem az olvasóval, hogy élvezem azt a szituációt, és olvasnám az újabb és újabb oldalakat arról a jelenetről, akkor ezt lehet, hogy valahogy érdemes lenne visszacsatolni. Nem tudom, hogy, de ezen gondolkodtam, hogy és lehet, hogy a fórum is ezért lenne jó. Piero most nagyon bologat magában, még ha nem is mutatja. Le tudtad tenni az utolsó 150 oldaltól, tehát amikor már csak 150 oldal volt hátra? Felpörgött az olvasás, ez tény. Nekem ez volt az érvem, én talán ehhez egy picit értek most már, így a negyedik könyv után elmondhatom, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy ott a véghajrá az így megy előre a végkifejlet felé, ott már nem lehet kacskaringókat tenni. Piero próbált meggyőzni, hogy de, végül is nagyon pici kacskaringókba maradtunk, tehát itt lett a kompromisszumos megoldás. Én ezeket az arányokat magamba
nem, nem, jön, belülről jön. Tehát azt mondom, én már unom, azt mondtam, hogy még egy ember idejön és valami régi papírt fölmutat, kész, vége, nincs tovább, nem lehet, nem lehet. Itt már haladni kell, itt már nem lehet. Meglátjuk, hogy tetszik. Ha nem tudtad letenni, akkor egy picit igazam volt. De mivel ez a véleményed alakult ki, ezért a Pierrónak is igaza volt, reméljük nem látta kárát a könyv. Mindenképpen elértétek azt, hogy a végén már faltam az oldalakat, ahogy egy rendes, tisztességes regénynél illik, tehát kíváncsi voltam a végkifejletre, és természetesen azokra a történésekre, amik közben voltak, úgyhogy ebből a szempontból mindenkinek ajánlom a kötetet, a regényt, olvassák el, nyilván azért is jöttek el, mert kíváncsiak az új Jonathan Hunt regényre, és szerintem itt a beszélgetésünk végén engedjük meg a közönségnek is azt, hogy ha van kérdésük, akkor kérdezzenek, akár a történettel, akár a szereplőkkel. Tudom, létezik, kicsit kezeletlen, de majd szólok Jonathan Huntnak, hogy egy kicsit foglalkozzon többet. Igen, igazán egy kicsit, ez szerintem leginkább rajtam múlik már, mint hogy én vagyok egyrészt nem Facebook ellenes, másrészt viszont az az érzésem van, mint hogyha olyan szerénytelenség lenne Jonathan Huntot olyan valakinek mutatni, akinek vannak rajongói, akik már szeretnék tőle hallani az egyéb gondolatokat is. Márpedig, ha tehát Jonathan Huntról nem írhat Gábor Endre és Pierrot, Jonathan Huntnak saját magának kell válaszolni erre a dologra, ahhoz meg egy olyan játékba kell belemennünk, hogy mindannyian tudjuk, hogy nyilván nem azért nem ül itt, mert hogy éppen nem ért rá, hanem hogy hát nem ér rá létezni szegény egyáltalán. De hogyha ebben a játékban van, most éppen Londonban egyébként Londonban van. Tudjuk egy, pontosan tudjuk, hogy Londonban van. Szóval magyarul ezt a dolgot én nagyon jó, tényleg nagyon jó felvetésnek tartom, hogyha egyöntetően mindenki szeretné, akkor tulajdonképpen nem kerül óriási nagy munkába, hogy ezt egy picit fölélesszük, és elképzelhető, hogy ennek nyomán ráadásul nem csak könyvek, hanem más aktivitás is várható, mint hogy egyébként nem tudom, hogy tudják-e, hogy turisztikai játékok is vannak Jonathan Hunt történetekre építve, hogyha Egerbe utaznak, ha Debrecenbe utaznak, ha Szent Gotthárdra utaznak, vagy a határon túl Nagyszalontára, akkor ezeken a helyeken lehet olyan turisztikai játékprogramokra befizetni, ami, sőt, valahol ingyenes, ahol egy ilyen dobozon keresztül egy újabb Jonathan Hunt eddig még nem megismert történet alapján, újabb Jonathan Hunt sztorikon keresztül ismerik meg a várost. Gyakorlatilag segíteni kell Huntnak, vagy bizonyítékokat gyűjteni az ő elméletéhez, stb. Érdemes megpróbálni, ha egyszer arra járnak. Na, szóval egy ilyen kezdeményezésből ilyen egyéb adhajtások is születhetnek, ami egyébként izgalmas. Engem érdekel. Más kérdés még a közönségtől? Van-e? Most itt van az alkalom, hogy a szerzőktől kérdezzenek a Jonathan Hunt-tal a figurával kapcsolatban, a történettel, vagy akár az előző kettő regénnyel kapcsolatban is lehet kérdezni. Igen. Egyszerűen azért, mert hogy az a interaktív filmnek készült. A Jubudzsák gyűrűje kapcsán nekem nagyon sokáig nem jutott eszembe, hogy abból könyv legyen. Hát mivel nem vagyok regényíró, nem gondolkodtam olyanban, ami eszköz nincs a kezemben. És mikor többen emlegették nekem, hogy ebben van annyi, akkor mindig azt tudtam válaszolni, hogy ha azt tudnátok, hogy még mennyi. Mert hogy hát rengeteg dolog nem kerül be egy ilyen film esetében, rengeteg kutatási anyag volt, például Gárdonyival kapcsolatban, akit nem tudtuk. Ugye a múltbeli jelenetek közül az interaktív filmben egyedül a Jumudzsákos jelenet, tehát a török korbeli jelenet jelenik meg. Az egész századforduló szál az egy ilyen valahol a sorok között olvasható, vagy a jelenetek között érthető, meg levelekből, meg nem tudom, hogy
hogy derül ki a játékban, és ez pedig egy külön sztori volt. És ehhez úgy kellett állni a csillagoknak, és szintén kellett egy írótárs ahhoz, hogy ez kifejtse mindazok a részleteket, amelyek még benne voltak a történetben. Szóval ez az én hibám volt, én nem gondolkodtam abban, hogy valaha is könyvnek akár a társszerzője is lehetek ilyen, vagy regénynek ilyen fajtán társszerzője lehetek. Furcsa módon egyébként az Ördög kövéből készült, valószínűleg ezért nem is az, hogy ez lesz a címe, hanem most annak a munkacíme Mi az ma? Majd esetleg azt figyeljék, bár nem a boltokban lesz, szerintem majd más, mindegy. Az új kötet, a második kötet és a második interaktív film között meg pont fordított volt a sorrend, pedig hasonlóan előbb az interaktív filmre érkezett a felkérés. Hát szóval a sors útjai kifürkészletek, ezt másképp is mondhatnám egyébként, hogy a közbeszerzési eljárások igen bonyolultak. Most pedig könyv van, és interaktív játéknak még nagyon nagyon szeretem jövőre, de ez is, hogyha jövőre elkezdjük a forgatást, akkor 2015 elején lesz ebből csak játszható. Az Ördögköve. Hát jaj, magiszterem, még nem hallottam róla, hogy lenne ilyen. Az lenne jó egyébként, hogyha a közönség, önök, és akik otthon olvassák majd a könyvet, valahogy el tudnák érni, valahogy ki sajtolnák így az országból, hogy készüljön belőle film. Interaktív film, vagy akár tévésorozat. Akár képregény. Igen. Van egy, tehát mivel 3 éves felkérés sem van erről az egész dologra, van egy casting lista. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy ők el is fogják vállalni, de igen, vannak kult szereplőkre már megvannak. Az új technológia, amivel készítjük majd ezt, némileg különbözik majd azzal, attól, ami a Jumbojackos volt. Ennek oka az is, hogy közben eltelt néhány év és fejlődünk, de oka az is, hogy körülbelül a fele annyi pénz van rá, mint 2005-ben, 6-ban a Jumbojackra. De ennek az eredménye szerintem azért az egy kicsit más lesz, de nem rosszabb. Ezt így szokták mondani. Hát ezért tényleg a készítésnek a módja is alapvetően más egy film esetében. Ott nem tudom hány embert kell mozgatni egy ilyen interaktív filmnél. Le kell foglalni a helyszínt, le kell tárgyalni, hogy bemehessetek egyáltalán oda forgatni. Szóval ott ez nyilván... És akkor a filmesek ráadásul nagyon utálják azt, hogy az interaktív filmben az a lényeg, hogy a helyszínünk az folyamatosan változik. Ha valaki, a játékos fölvesz az asztalról egy tárgyat, az a következő jelenetben az nincs ott. Az illető, ha elmondta és átment a másik helyre, akkor az interaktív részben már nem ott lúpol a kép előtt, hanem az úriember már oda átkerült, és nincs olyan jelenet, amikor ő még ott van. Viszont vele beszélni lehet, tehát akkor oda kell fáradni hozzá, és nem oda. Szóval ez a filmesek számára is nagy rejtély. Ezért nagyon igyekszem, hogy legalább 70% ugyanazzal a stábbal tudjunk dolgozni, akik annak innen a Jumbojacknál szerencsétlenül megértették, hogy mi a feladat, mert nagyon sokat küzdöttünk vele, hogy egyáltalán azt a látásmódot ezt valahogy átplantáljuk. Sokan mondják azért, hogy könyvet olvasni jobb, mint filmet nézni. Hát szerintem ez itt ezen a helyen, az Alexandra pódiumon is biztosan jó üzenet. Főleg akkor, amikor megjelent ez az új könyv, a Magiszterem. Gratulálok hozzá, és kívánom önöknek, hogy jó olvasás élményeik legyenek a Magiszterem olvasása közben. Ha még van kérdés, akkor tegyék föl. A szerzők természetesen dedikálnak, ugye? Dedikálják a könyvet. Úgyhogy, ha valakinek van, jöhet ide, és akkor dedikálják. Köszönöm szépen. Köszönjük.